Jó napot kívánok, sziasztok gyerekek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Szilvásváradon a Szalajka Völgyben, a Szilvásváradi Erdészeti Erdeiskolában. Madarak és fák napja alkalmából jelentkezünk, és mi más lehetne a mai nap témája, mint az év madara és az év fája, amivel meg fogunk ismerkedni. Helyszíneként az Ilay Aladár Erdészeti Múzeumot választottuk, ahol jó magam Zsidai Sára közjóléti előadó és Tölgyesi Gergő kerületvezető erdész kollégám segítségével ismerkedhetünk meg az év élőlényeivel. A 2020-as év madara címét az erdei füles bagoly nyerte el, akit életnagyságban is meg tudok nektek mutatni. Hazánk leggyakoribb bagolyféléjéről van szó, középtermetű bagolynak számít, 31, illetve 40 cm között mozoghat a test mérete, súlyra pedig 180 vagy akár 370 g-os is lehet. A kisebb madarat úgy kell elképzelnetek, mintha egy kicsit tejfölös dobozt megemelnétek, súlyra körülbelül ott van. Ha a szárnyát szét tudnám feszíteni, akkor a szárnyfesz távolsága 86 vagy akár 98 cm is lehetne. Ha a színét megnézzük, akkor főleg a szürke és a barna dominál benne, ugye szürke és barnás tollazatú, ez a rejtőzködő életmód miatt fontos. És hogyha megnézzük a farkát, akkor sűrűn és finoman sávozott. Előfordulását tekintve egész Európában megtalálható, de Ázsiában, Észak-Amerikában és Afrika észak-nyugati részén is jelen van. Életmódját tekintve a fás élőhelyekhez kötött, tehát a tundra fátlan területeiről hiányzik. Kedvenc élőhelyei azok a nyílt füves pusztákkal tagolt erdőszegélyek és erdősávok, melyeken esetleg sok táplálékot talál. A zárt erdőket egyáltalán nem kedveli, azoknak csak a szélén telepszik meg. Éjszakai életmódot folytató madárról van szó. Éjszaka aktív, éjszaka vadászik, és ugye éjszaka sötét van, és ahhoz, hogy ezt a kevés fényt is be tudja gyűjteni, szüksége van minél nagyobb szemekre. Viszont ugye a repülő életmód miatt a koponya és a szem nagysága súlya korlátozott, és ugye, hogy minél nagyobb szemei lehessenek, de könnyűek, ezért a szemmozgató izmai hiányoznak, cserébe viszont olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy függőlegesen 180 fokot, vízszintesen pedig 270 fokot képes fordulni a fejébe. Ugye, mivel a szemét nem tudja mozgatni, ezért a fejével néz ide-oda, és ezt úgy hívjuk, ugye, hogy a baglyok bókolnak. Az éjszakai vadászatban egy másik szerve, a füle is segíti, ami a közhiedelemmel ellentétben nem a fején található toll dísz, hanem az igazi füle az arca mögött található. Egy fül, a másik oldalon pedig kicsit fentebb helyezkedik el, tehát nem egy vonalban, hanem aszimmetrikusan helyezkednek el a fülei. Ez azt a célt szolgálja, hogy amikor teljes sötétség van, akkor hangok alapján tudja megtalálni a zsákmányt olyan formában, hogy a hanghullámok nem egyszerre érik el a két fülét, és így tudja beazonosítani a zsákmány pontos helyét. A hanghullámokat úgy kell elképzelni, mint mikor a vizes tába belecsöpögtetünk, és ugye körkörösen, vagy a tóba a követ beledobjuk, körkörösen elindulnak kifelé. Na, ezek a hanghullámok is így érik el a fülét, az egyiket kicsit hamarabb, a másikat pedig kicsit később.
táplálkozását tekintve, hogy említettem, hogy zsákmány állat, tehát ragadozó életmódot folytat, amit igazol a horgas vagy kampós csőre, valamint a lábán található éles karmok. A legbelső lábujjának pedig van egy olyan tulajdonság, hogy előre-hátra tudja mozgatni, ezt úgy hívjuk, hogy vetélő ujj. Fő tápláléka a pocok, viszont egereket, vagy akár téli időszakban madarakat is fogyaszthat, de kedvence a pocok. Fészket nem épít, szarkák, varjak, esetleg egerésző ölyvek elhagyatott fészkébe rakja tojásait, vagy faodukba is befészkel. A fészekalj átlagosan 5-6 darab tojásból áll. Ezen a tojó 25-30 napig kotlik, miközben a hím hordja neki a táplálékot, majd 25-30 nap után a fiókák vakon kelnek ki. Hazánkban folyamatosan köl, állandó madárról van szó, télen nem vonul, hidegebb időszakban esetleg lakott településekre bemehet, és ott fenyőkön, tujákon, nagyobb csapatokban átvészelheti a telet. Magyarországon körülbelül 6500-12000 párra tehető a létszáma. Nagyon fontos, hogy egy védett madárról van szó, nem véletlenül az év madara. Eszmei értéke 50000 forint, tehát érdemes rá nagyon vigyázni, de nem csak az eszmei értékéért, hanem az egyéb értékei miatt is. Vigyázzunk együtt 2020 év madarára. Megismerkedtünk az év madarával, most pedig Tölgyesi Gergő erdész kollégámmal az évfáját ismerhetitek meg. Jó napot kívánok! Szervusztok gyerekek, üdvözlök benneteket! Engem Tölgyesi Gergőnek hívnak, a Szilvásváradi Erdészetnél dolgozom, mint erdész, illetve erdélyiskola oktató. Mai nap velem fogtok itt találkozni. A 2020-as év fájának a bemutatása fog most megtörténni néhány mondatban, illetve képek, illetve egyéb eszközök segítségével. Néhány szót a tatárjuharról. Latin neve Acer catharicum, a szappanfa félé családjába tartozik, zárvatermő törzsébe. Lényegében Európában mindenhol megtalálható, az észak-európai részen kicsivel csekélyebb a megjelenése, Magyarországon is több helyen megtalálható, egyik kedvelt hely a Cserhát vidéke, ott gyertyámos tölgyesekben, cseres tölgyesekben, illetve mészkedvelő tölgyesekben előszeretettel él. Nagy Alföldön is megtalálható, de egészen elmondhatjuk, hogy az Alföld árteres részétől a hegységek, domboknak a sziklás peremélyi végig megtalálható, tehát nincs különösebben terület igénye, bárhol előfordulhat. A mérete az egy közepes besorolásba tartozik, nagyjából egy 20 méteres átlag magassággal számolhatunk. A törzse az elég szabálytalan, görbe alakú, eléggé szerteágazó, ezáltal ugye a faipar nem nagyon kedveli, tehát leginkább csak tűzifát készítenek belőle. Kérge az téglalap alakban tagolt, szürkésbarna színű, nagyobb cserepeket alkotva. A hajtásoknak a vége rozsdabarna színű, a rügyei pedig barna színűek. A levelek keresztbe átellenes alakban növekednek, ez ugye a rügyeloszlás kapcsán így alakult ki. Levelei keresztben átellenesen növekednek a hajtásokon, körülbelül egy 4-7 cm hosszúságra nőnek meg, a levélnyél az 2,5-4 cm-es nagyságról nőhet meg. Virágai sárgatorozó bugában nyílnak, zöldes-sárga színűek. Termése 2-4 cm nagyságú ikerlependék, amit itt meg is tudok mutatni nektek. Lényegében kis szárnyakat kell elképzelni, aminek a végén egy nagy bunkó formájában a magok találhatóak. Ezek szeptemberben érnek, és október-novemberben hullanak le a fákról. Biztos találkoztatok már vele, előszeretettel lehet vele játszani, amennyiben ugye feldobjuk,
pörögve fog leérkezni a Földre. Ugye ennek nagyon fontos szerepe is van a terjeszkedésében, illetve a létfenntartásban. Minél messzebbre tud egy ilyen mag elvándorolni, annál nagyobb területeket képes ugye ez a faj is benépesíteni. Alapvetően a magja nem túl nagy, tehát ilyen szempontból is fontos, hogy ez a kis repítő szárnyacska messze tudja juttatni ezeket a magokat. Melegkontinentális fajról beszélünk. A hőmérséklet szélsőségeire sem érzékeny, illetve a tartós szárazságot is jól viseli, emellett árnyéktűrő is. A fája nagyon szép világos színű, mondhatni vajszínű. De sajnos, mivel ugye elég szerte ágazó maga a törzs, illetve nagyon sok árkely található rajta, ugye ezért nagyon kevés olyan minőségi anyagot tudunk ebből a fából nyerni, ami ugye az ipari célokat kielégíteni, ezért lényegében javarészt a közifának lehet értékesíteni. Most pedig, hogy megismerkedtünk magával a fafajjal, ültessük el a 2020-as év fáját, nézzük meg, hogy működik ez a gyakorlatban. Szilvasváradi Erdőiskolánál folytatnánk programunkat a 2020-as év fájának az elültetésével, amely nem más, mint ugye már a korábban megismert tatárjuhar volt. Előzetesen kiástuk itt a gödöt a kis csemeténknek, most pedig el fogjuk ültetni. A gyökereket már korábban visszameccettük egy picit, hogy életképesek legyenek. A gödörnek az alsó felére már töltöttünk vissza laza földet, ugye fontos az, hogy a meginduló gyökerek majd ugye szabadabban tudjanak terjeszkedni, illetve ennek köszönhetően több tápanyagot is tud majd felvenni a fa. Lássuk, hogy is néz a gyakorlatban. A fát lényegében beletesszük a általunk kérdőjébe. Beigazítjuk, hogy mindenhol egyenletesen feküdjön be. És lassan, óvatosan elkezdjük a földet visszatölteni rá. Próbáljunk arra ügyelni, hogy a gyökerek lefele nézzenek, tehát ne pipáljanak, mert akkor sérülhetnek, és kevesebb tápanyagot fogunk tudni majd felvenni a talajból. Fontos az, hogy addig tegyük a fát, illetve a csemeténket a talajba, ameddig korábban is benne volt, tehát a gyökereknek nem szabad kilenni a talajból, mert akkor ugye azok beszáradnak, különböző fertőzéseket is összeszedhet ezáltal a csemeténk, hanem ügyeljünk arra, hogy tényleg mondhatni, hogy a gyökfői rész legyen csak, ami be lesz temetve a későbbiekben. Fontos lesz a következő művelet, amit el fogunk végezni. Megkérem a kolléganőt, hogy öntsön rá jó bőven vizet, hogy beiszapolódjon rendesen. Ennek következtében ugye tömörödni is fog a talaj, illetve a víz segíteni fog a kis csemeténynek, hogy hamarabb észhez térjen, és hamarabb növekedésnek indulhasson. Jó? Rendben van. Tehát nagyjából így néz ki egy csemetének az ültetése, ezzel ugye készen is volnánk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy legközelebb is találkozunk, és személyesen is el fogtok látogatni hozzánk. Ha bármilyen kérdésetek fölmerült a videóval kapcsolatosan, vagy szeretnétek más állatokat, növényeket részletesebben megismerni, akkor írjatok nekünk bátran, és válaszolunk rá, vagy akár kis videókat is töltünk föl. Szép napot kívánok nektek, viszontlátásra, sziasztok!